Itt a Magyi Általános Iskolában 25 óvodás, illetve 87 iskolás diák tanul. A pénzügyi ismeretek oktatása már több éves hagyomány az intézményben. Banki szakemberek támogatásával minden évben részt vesznek a diákok egy pénzügyi vetélkedőn, illetve a pénzhét programsorozatnak is tagja a Palásti László Általános Iskola. Nem célzottan direktbe adjuk át ezeket az ismereteket és a szemletet, hanem tevékenységbe ágyazottan. Nagyon örülnek az interaktív tananyagoknak a gyerekek, illetve az interaktív előadásokra is szívesen eljönnek, amiket szervezünk tematizálva. Vannak kérdéseik, amikre megfelelő szakemberektől megfelelő és kielégítő válaszokat kapnak. Ennek eredményeként a Magyi Általános Iskola a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól megkapta a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet. Azok az intézmények, akik ilyen elismerést kapnak, valamilyen színes, de gyakorlatias módon olyan feladatokat is beépítenek a tananyagba, amely megtanítja a diákoknak a felnőttkori helyes fogyasztói szokásokat. Nyilván ez egy általános iskolás korban nem jelent elsősorban jogi ismereteket, illetve azt, hogy milyen lehetőségei, jogai vannak a vásárlás során, hanem fontos számunkra, hogy egyfajta szűrő alakuljon ki bennük a vásárlás során, de tudják azt, hogy mit érdemes megvásárolni és mit nem, illetve hát ők is már egy komoly célcsoportja az internetes kereskedelemnek, ugye az Z-generáció is folyamatosan használja az internetet, és azért is fontos, hogy lássák, hogy milyen lehetőségei vannak webáruházból rendelni, mire kell ott figyelni, és a Magy község Palásti László Általános Iskola és Óvoda pályázatában láttuk, hogy mindezeket kiemelten figyelik, gyakorlati ismereteket adnak át, akár osztályfőnöki óra keretében, akár pénzügyi tudatosság területén, vagy fenntartható fogyasztás területén, és ezen felül pedig az internetes kereskedelem adta lehetőségeket, illetve veszélyeket is komolyan és hangsúlyozottan követik. Mivel a tanterv szerint nincs olyan kötelező óra, ahol a fogyasztói tudatosságot oktatni kell, ezért a minisztérium közvetett módon motiválja az intézményeket ennek bevezetésére. A megyében már 4 ilyen intézmény is van, országos szinten pedig 38 iskola kapott kitüntetést a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A következő generáció tudatformálása jelenik meg az oktatáson keresztül. Mindig hangsúlyozom, hogy az iskolában nem csak tanítani kell, nevelni kell, hanem értéket is kell adni. Most itt annak a tanúi voltunk, hogy a gyerekek megtanulják kezelni az értéküket, akár környezetvédelmi, akár forráserőforrás, tehát pénzügyi szempontból másképp gondolkodnak. A fogyasztói társadalomnak egy újfajta dimenziója nyílik meg ezekkel az oktatással. Az átadón elhangzott, a magyi intézmény példaként szolgálhat a többi település számára is.